Spirál, számzáras, összecsukható és óalakulakat. A lehetőségek tárháza szinte végtelen, ha a kerékpárunk megóvásáról van szó. Nyáron a megnövekedett kerékpár használattal párhuzamosan megnőnek a kerékpárlopások is. Sok tulajdonos lesem csukja a bicikliét, pedig már egy közepes árkategóriájú összecsukható zár is hosszú percekre, akár órákra megnehezítheti a felkészületlen tolvajok dolgát a megfelelő helyszínen, a megfelelő módon kell hagyjuk, tehát nem szabad eldugott helyen hagyni, és minden körülmények között érdemes lánccal, lakattal ö, megóvni a kerékpárt a, a, a lopástól. Ö, különböző kialakítású ö, zárak, láncok ö, vannak erre kereskedelmi forgalomba különböző minőségben, ö, minél jobb minőséget választunk, annál biztosabb a, a, a megóvása a kerékpárunknak. A szakember hozzátette, százszázalékos biztonság nem létezik. Ezért fontos, hogy ha mégis eltulajdonítják a két kerekűt, a rendőrség a lehető legtöbb információ alapján tudja azt megkeresni. A kerékpár adatainak regisztrációjára a BikeSafe vagyonvédelmi program keretein belül van lehetőség. A BikeSafe program nagyon népszerű program Magyarországon. A történet lényeg arról szól egyébként, hogy a kerékpári regisztrációs rendszerbe kerül, még pedig oly módon, hogy a, vagy az interneten keresztül regisztrálják az állampolgárok a kerékpárjaikat egy felületen, a különböző adatokat kell kitölteni a kerékpárral kapcsolatban, illetve a tulajdonos adataival kapcsolatban. A másik lehetőség az az, hogy a rendszeresen szokott a főkapitányság különböző rendezvényeken byXeve regisztrációt tartani. Ezt előre meghirdetett időpontban kerül erre sor, tehát tudomás szerez róla a lakosság, és ekkor nyílik rá a lehetőség. A folyamat nagyon egyszerű. A rendőrség lefotózza a kerékpárt mindkét oldalról, szemből, majd alulról, hogy az alvásszám is jól látható legyen. Ezután egy általános nyomtatványon rögzítik a kerékpár legfontosabb adatait, az évjáratot, a sebességek számát, a váz és kerék méretet, valamint feljegyzik a kiegészítőket is. A kerékpár tulajdonos adatait is rögzítik, aki ezután egy BikeSafe kártyát kap, ezzel tudja magát igazolni, hogyha szükséges. Az utolsó lépés, hogy felkerül a BikeSafe matrica a bicikli egy olyan pontjára, ami kevésbé jól látható, de az esőtől valamennyire védett. Ezt a regisztrációt bárki elvégezheti online felületen is, aminek egy jelképes 900 forintos egyszeri díja van. Talán ennek is köszönhető, hogy a mutatószámok egyre jobbak a megyében. Egy tendenciát lehet megfigyelni, Változás nem történik, viszont a kerékpárok száma nyilván évről évre egyre több. Úgyhogy összességében azt gondolom, hogy ez egy pozitív dolog, hogy a eltulajdonodott kerékpárok száma az nagyjából ugyanannyi, viszont a maga a kerékpárok összlét száma a megyében az sokkal nagyobb. A regisztrált kerékpárt ellopás esetén a bikesafe.hu oldalon lopott státuszúvá állíthatja a tulajdonos, így az adatok nyilvánossá válnak a rendőrség számára, és azonnal elkezdik figyelni az internetes hirdető oldalakat is. A honlapon bárki számára elérhető az ellopott kerékpárok adatbázisa, így aki hasonló kerékpárt lát, tudja értesíteni a rendőrséget, segítve ezzel a biciklik megtalálását.